láttam a munkáját, tanítottam, és a vezető tanára pedig megerősített engem abban, Bocsári Lenzről beszélek, megerősített abban, hogy érdemes odafigyelni Dórára. Én most vagyok 5. éves az egyetemen, és az osztályfőnökön Bocsárdi László tavaly javasolta, hogy szerinte Csehóval kéne foglalkozzak. Először a Meggyes kertet szerettem volna, nekem van egy ilyen személyes kötődésem hozzá, mind a történethez, mind drámát, ezt olvastam először nagyon fiatalon, és már akkor valamiért vonzott ez a történet. De még nem volt elég bátorságom évvégén, hogy ez legyen a vizsgaanyagom, és a Sirályt csináltam. És a Sirály alatt igazából így bátorságot kaptam, meg ugye azokkal a színészekkel dolgoztam, akikkel most is, és akkor ebből azt éreztem, hogy a Meggyes kert felé vezető úton elindultam. Illetve valamennyire a története is, tehát a múlthoz való ragaszkodás, meg a hogyan tudunk leszámolni a múltunkkal, hogy ezzel tudjunk élni a jelenben, valahogy ez az, ami foglalkoztatott a leginkább benne. Alapvetően, mint klasszikus darab, igazából szerintem az, hogy Csehóval foglalkozni milyen kihívás. Tehát amikor elkezdtem, meg is voltam ijedve nagyon sok ideig, szerintem olyan rétegei vannak, vagy ez a mögöttest megragadni, és az, hogy annyira szövegközpontú színház, hogy ezt a kettőt valahogy összevegyíteni, hogy egy érthető, élvezhető történetet adjon ki, szerintem az nagyon nehéz. És a színészek számára is azt érzem, hogy kihívás, mert sokszor csak fel vannak vázolva, tehát nagyon sokszor ránk van bízva igazából, hogy mit kezdünk vele, és hogy hogyan visszük színre. És valahogy ez az, ami kihívás szerintem benne. Nekem az még nagyon fontos, így a Meggyes kert, vagy talán az, hogy több mint 100 éve írott darab, ugye, de valahogy ma is borzasztóan aktuális, tehát a jelenlegi helyzetben, akár a járvány helyzetben, vagy a háború miatt, hogy van egy ilyen bizonytalan időszak most, hogy valami új következik, vagy valami más. Szerintem erről is szól ez a történet, és ezért aktuális tud lenni nagyon. Elsősorban nem szerepként fogom fel, mert mindenképpen egy létállapot, tehát valamiféle létállapotot vagy lelkiállapotot kell megtalálni, mert Csehov minden darabjának a címe az maga főszereplő. És ennek a darabnak a címe az, hogy Meggyes kert. Tehát a lényeg az, hogy mi ehhez hogy viszonyulunk, mit jelent nekünk a Meggyes kert.